Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Sportosat. Irodónk vendége Hatfi Dániel, világbajnoki bronzérmes és Európa bajnok cselgáncsozó. Szervusz, üdvözöllek. Szervusz. Ez volt a múlt, de hát az ember ezt büszkén viseli, ugye ezt a világbajnoki bronzérmet és a Európa bajnoki aranyérmet. De hát, ha jól tudom, most már jó egy éve, ugye? A Honvéd judó szakosztály igazgatója, vezetője vagy. Egy éve körülbelül, ugye? Igen, igen, egy éve. Tulajdonképpen maradtam a sport mellett, és ennek nagyon örülök. Egy olyan dolgot mindig szeretek csinálni, amihez értek, ami tulajdonképpen én vagyok, és hála Istennek a szakosztályigazgatói pozícióban is sok olyan örömet lelem, ami tudok csinálni, ami a sporthoz köthető, ami a cselgáncshoz. De tulajdonképpen emellett még ugyancsak a sport mellett maradt szakkommentátorkodom. Uh-huh. A kerületemben van egy kis judóiskola, amit ugyanúgy próbálok segíteni a gyerekeknek, uh-huh. csinálgatom. Szóval így maradt a sport. Uh-huh. De hát ha a korodat veszük alapul, még versenyezhetnél is, nem? Ne feszegessük a múltat, ez mindig egy kicsit úgy nehezen érint, megdobban a szívem. Nehéz volt lezárni, de egyébként igen, tehát a koromat nézzük, akkor még ott lehetnék. Ha fizikumomat, az erőmet, a technikáimat, az állóképességemet, akkor még ugyancsak ott lehetnék. De az az igazság, hogy nagyon sokat próbálkoztam a pekingi olimpia után, ez a bizonyos szabálymódosítás. Ami még mindig tart, ugyanis most decemberben még újabb szabálymódosításokat jelentettek be, ami a férfiakat érintheti, ugye a földhasznál, folytás technikai, stb. Ugye a hölgyeknél 5-ről 4 percre vitték a küzdelmi időt, tehát még mindig tart ez a bizonyos szabálymódosítás, aminek ugye áldozata lettél? Én inkább úgy mondanám, hogy nem tudtam megváltozni, túlságosan elmentem egy irányba, bár én úgy látom, hogy a szabályok jó irányba mennek, amit előbb említettem, szakkommentátorkodom, nézem a judó mérkőzéseket, látványos lett, sok ipon van, régen is látványos lett, de most valahogy úgy tényleg egy nagyon nézhető. Akkor jó döntés volt? Jó döntés volt, én úgy látom, hogy jó irányba halad a judó minden tekintetben. A pályafutásodat tekintve van benned hiányérzet? Vagy úgy elégedett vagy, hiszen olimpián is voltál, világbajnokságról érmet hoztál, Európa bajnokságról aranyérmet hoztál. Tehát elégedett vagy van benned hiányérzet, hogy nem jött ki minden belőled? Ez egy kettős érzés. Tehát amikor egy sportoló fölér a csúcsra, akkor keresi a következő csúcsot, hogy mit tud megmászni. Nyilvánvalóan a 3 nagy csúcsa, EB, VB és az olimpián ott voltam. Olimpián pontszerző voltam, EB-t sikerült nyernem, VB bronzérem. Sikerült magamba úgy lezárni, hogy teljes mértékben elégedett vagyok. Bár ott az olimpián nagyon örültem volna, hogy érmet tudok szerezni, előrébb tudok végezni, de én mindig arra törekedtem, hogy a maximálisat tudjam nyújtani a versenyeken, és így nem is maradt bennem tüske. Uh-huh. Akkor le tudtad nyugodtan zárni a sportpályafutásodat? Le tudtam zárni nyugodtan, bár amikor tévében megy a judó és a 100 kiló, akkor azért mindig ott van bennem az örök rivális, az örök elégedetlen, hogy hát ezt még elverném én is, lehet, hogy ott lennék a dobogon, szóval azért még elő-elő jönnek a versenyérzések. Egyértelmű volt egyébként, hogy ilyen fiatalon judó szakosztály vezető lesz-e? Tehát már mikor még aktív versenyző voltál, már akkor készítetted elő ezt a civil életet, vagy ez egy váratlan helyzet volt? Ez egy abszolút váratlan helyzet volt, egy sajnálatos váratlan helyzet. Bodrogi Attila, aki sok éven át volt a Honvédnak a szakosztályigazgatója, sajnos elhunyt, és itt kellett egy új szakosztályigazgató, tehát egy teljesen váratlan helyzet volt. Én egyébként kicsit közelebb a szőnyek felé tendáltam, uh-huh. tehát mint edző, mint gyerekekkel foglalkoztam volna, tanári diplomám van, tehát inkább az a szegmense érdekelt volna, de hát jött ez a felkérés, és én úgy gondoltam, hogy megpróbálom a legjobb tudásom szerint megvalósítani. Mély víz volt? Egy bizonyos tekintetben nagyon mély víz. Ugye gyakorlatot ugye nem lehetett.
Tehát múltad nem volt ezen a szakterületen? Múltam nem volt. Vannak olyan szituációk, ami mély víz, ami segítség nélkül nem menne. Hála Istennek nagyon sok segítségem van a szakosztály részéről. Viszont a másik részről megmondhatom úgy, hogy az, amit csináltam, emberekkel való kommunikáció, vinni a klubnak a jó hírét. Tehát van olyan része, ami könnyedén megy, van, ami nehezebben. Az, hogy versenyzőként neved volt, segít tárgyalásoknál? Mindenképpen segít. Szerintem a sport nagyon jó, nagyon sokat tud segíteni abban, hogy valaki meg tudja mutatni, hogy a kitűzött célokat el tudja érni, van kitartása, van fegyelme, tehát nyilván valaki elér egy szép eredményt, arról már nagyjából lehet tudni, hogy ő milyen karakter. Tehát egyrésztből segít. Viszont az, hogy szakosztályigazgató vagyok, ez egy abszolút új ranglétre, egy új, itt mint szakosztályigazgató azt mondom, hogy még nincsen nevem. Itt akkor lesz nevem, hogyha komoly teljesítményeket el tudok érni, amire minden kilátás megvan. Mi lenne az? Maradjunk a Tüzér utcánál, maradjunk ugye a judóteremnél. Ez egy nagyon régi építmény, rengeteg gonddal, mély problémákkal, ugye a múltból eredetően. Mit tervezel? Annyit még el szeretnék mondani, hogy igen, ami az épület állagát illeti, ez így van, viszont a motor az tökéletes. A versenyt... És tegyük gyorsan hozzá zárójelbe, hogy ez a magyar cselgáncs válogatottnak is a törzshelye. Igen, a törzshelye, így van. Mert nincs külön edzőterme a magyar judó válogatottnak még jelen pillanatban. Még nincsen. Szóval, amit előbb elkezdtem, a motor az nagyon jó. Az edző kollégák hihetetlenül fiatalok, dinamikusak, nagyon jó edzéseket tartanak. Rengeteg friss Európa bajnok, 20-as, Hagyó Gábor, Gorenács Zsolt, Karakas Hédi, Círjanics Miki, senkit nem szeretnék kihagyni. Tehát egy nagyon erős csapatunk van. A judó élet fejlődik. Utánpótlás bázis szeretnénk növelni. Ez is elindul. Első számú még mindig a Honvéd a cselgáns szakosztályok között, vagy csak a dobogón van? Mindig ott volt az első helyen, tehát mindig vannak kiemelkedő klubok, most ezt nem tudom, hogy éppen hogy áll a ranglista, de ott van, tehát hogyha föl kell sorolni Magyarországnak a kiemelkedő klubját, akkor mindenképpen az élen vagyunk. Viszont az épületnek az állaga sajnos nincs jó helyzetben, viszont köszönhetően az állami támogatásoknak most minden jel arra utal, hogy el is tudunk indulni egy ilyen téren is, és én úgy gondolom, hogy ha ez megvalósul, akkor minden tekintetben a Honvéd egy tündöklő és egy álló csillaga lehet a magyar cselgáncs sportnak. Mi a terv? Mit terveztek a centrummal? A centrum felújításánál mindenképpen azokat a funkciókat szeretnénk felújítani, ami a legfontosabbak, az öltözőket, a szociális helyiségeket, a zuhanyzókat, hogy tudják használni a gyerekek, és ne akadályozza őket akár az edzésben. Tehát egy élhető klubot szeretnénk. Még nincsen a közeli célokban az, hogy extra módon fel tudjuk újítani, de ez egy nagyon-nagyon nagy segítség számunkra, és egy első lépcsője lehet annak, hogy... De ott lakva történik meg akkor a változtatás? Tehát nem mentek ki addig? Vagy terve van véve, hogy... Minél minimálisabban érintse azt, hogy az edzéseket abba kell hagyni, mert nekünk az egy nagy érvágás, de elképzelhető, hogy egy hétre esetleg, vagy kettőre át kell menjünk másik klubba, de mi ezt örömmel vállaljuk. Tárgyalsz már esetleg klubokkal ez ügyben? Még nem kezdődött a tárgyalás, még egyelőre azt próbáljuk elintézni, hogy a legkicsibb módon érintse ez minket. Akkor most ez a legégetőbb munkád? Ez a legégetőbb és az egyik legfontosabb is, és úgy gondolom, hogy ha ez megvalósul, akkor minden rendben van. Hosszú távon tervezel, mint szakosztályvezető? Ez egy nehéz kérdés egy olyan versenyzőtől, aki mindig az adott mérkőzésre koncentrál. Én nem nézem a hosszú távot, nyilván szeretnék minél többet tanulni, tapasztalni, segíteni. Nem tudom az időt, hogy meddig leszek szakosztályigazgató. Nyilván ez függ attól is, hogy hogyan tudom ezt csinálni, de egyelőre még ezek a feladatok vannak, erre koncentrálok, és a múltat még ilyen tekintetben nem nézem. Az edzői stábhoz mennyire szoktál lemenni, mennyire szólsz bele a munkába, mennyire függ tőled az, hogy ki az edző, stb. Tehát ilyen szakmai dolgokban mennyire tudsz, mennyire akarsz beleszólni?
Szakmai dolgokba egyelőre még egyáltalán nem szólok bele. Szakmai részben a versenyzőkkel szoktam beszélgetni, próbálom átadni azt a tudást, amit én tudtam a szőnyegen. Egy ilyen kis pszichológiai segítséget tudok nekik nyújtani. Az edzőknek nem szoktam, ott a Toncs Peti a vezetőedző, ő ezt nagyon kézben tartja, látja, nem kell róla mondom, hogy milyen edzői óriás, tehát én ebben nem szoktam. Ott van mellette Nagy Gabi, ugye, aki a utánpótlás válogatottnál is ténykedik. Leöltözze azért néha a judó ruhába? Nagyon ritkán, amit a Peti neheztel is, hogy keveset vagyok a szőnyegen, most tervezem, hogy télen egy kicsit visszatérek és újra elkezdek judozni is. De ez még csak terv akkor? Ez még csak terv. Egyébként család, hogy állsz? Család még nincsen, egyelőre olyan sok téren vagyok, amit előbb említettem, sok mindent vállaltam, hogy a család az egy kicsit még kijebb van, de a terveim között van mindenképpen. Igaz az, hogy golfozol? Igen, igaz. Ez a judóta egy kicsit távol áll. A judótól távol áll, bár annak, aki nem ismeri annyira a golfot. Nekem, ami hiányzik a judóban nagyon, az a sikerélmény, az adrenalin szint, a kihívás, a győzelem, a kudarc, a vereség, a kemény edzés. És valahogy a golfban ezt megtaláltam, egy kicsit máshogyan, de benne van. Ott is van egy nagyon kiváló jó edzőm, és próbálom egy kicsit... Hány éve őzöd ezt a sportágat? 3 éve kezdtem el, már a judó mellett is volt nekem. Egy ilyen kiegészítő edzés volt a judó mellett, kimentem a természetbe, nem voltam kontaktban egy ellenféllel, magam voltam, gondolkodtam. És akkor ott mentálisan ott rendbe tudtad magad tenni? Így van, mentálisan. Versenyzel egyébként? Mint golfozóként? Nyilvánvalóan egy élsportolónak az a mérce a verseny, a megmérettetés. Indultam egy pár ilyen meghívásos versenyen, hát nagyon hátul végeztem, tehát bár a sport az megtanít sok mindenre, célom, hogy ezeket lefaragjam, és hát tulajdonképpen szeretnék majd mindenképpen igen versenyezni. De ez nem korhoz kötött, tehát el lehet kezdeni 30 évesen is golfozni. Így van, el lehet kezdeni, egyedül egy van, hogy elég időigényes, amire most az utóbbi időben egyre kevesebb volt, de azért igyekszem beszorítani, hiszen tényleg sokat segít nekem, nem csak a koncentrációban, hanem abban, hogy van egy hobbim, egy motivációm, egy örömöm. Csak az a baj, amit ki is mondta, hogy nagyon időigényes, tehát bármennyire is jót tesz a léleknek, nehéz összekötni a judó edzése. Tehát nehéz, gondolom, beépíteni egy golfedzést, hogy időként más is csináljanak a versenyzők. Tulajdonképpen a pályáték az időigényes, de az edzés az ott is lehet akár fél órás vagy egy órás, tehát megoldható, de én mindig azt szoktam nézni, hogy mit lehet belőle profitálni. Tehát, hogyha esetleg tényleg egy nagy mosolygós edzést lehet csinálni, szép napsütésben kikapcsolja a versenyzőt, és másnap extra módon tud teljesíteni, és lehet motiválni azzal, hogyha ilyen szépen megy az edzés, akkor jövő héten is ki tudunk menni egy pályára, csapatépítő hatása van, szóval tényleg sokat lehet bele profitálni, és én úgy gondolom, hogy ez a lényeg benne. Volt már ilyen? Egy-két barátomat már levittem, aki éppen úgy beszürkült, már sokat edzett. De úgy maga teszem fel a felnőtt csapatot. A felnőtt csapat még nem volt, de nagyon szeretném, hogyha lenne egy ilyen kis kirándulásunk a golfpályára, meg lehetne nekik mutatni. Nem te vagy ugyan a közvetlen ember, akinek föl kellene tenni ezt a kérdést, de hát ugye mostában csak híreket lehet hallani Mészáros Anettről. Ugye a Honvéd judó szakosztálynak egy nagyon nagy harcosa volt, ugye? Aztán eltűnt, visszajött, megint eltűnt. Most azt hallani, hogy MMA-ban próbálkozik? Mit lehet tudni a Mészáros Anettről? Akire azért szüksége lenne a válogatottnak. Tehát egy jó Mészáros Anettre mindenképpen. Igen, hát kinek a golf, kinek az MMA, merre felé megy. Anett rengeteg szép eredményt hozott a Honvédnak, a magyar judósportnak. Nyilvánvalóan ebbe egy kicsit bele is lehet fáradni. Ezt ő tudja a legjobban, hogy melyik irányt akarja csinálni. Én bízom benne, hogy
ez az MMA egy kikapcsolódás, egy év szünet, vagy esetleg másfél év, vagy esetleg a kettőt párhuzamba, én ezt nem tudom, hogy ő hogyan gondolkodik. Egy biztos, hogy azt a tempót, amit ő az utóbbi években csinált, tehát ez a sok verseny, neki is volt sok sérülése, tehát én úgy gondolom, hogy egy kicsit most más úton jár, de... Jó, de ez a sok sérülés, meg az MMA, ez úgy ellentmond egymásnak, mert azért az sem sok. Igen, de egy teljesen más mozgáskultúra is, és most ebben elejé az örömét. Az élsportok egy kicsit olyan, mint a versenyautó, tehát néha kell egy kicsit pihentetni, néha újítani kell rajtuk. Akkor most végül is eltávolodott a Csergáncstól? Nem távolodott el a Csergáncstól, olyan sokat ott van a teremben, egyelőre a versenyzéstől távolodott el, de hát jövőre indul a kvalifikációs szezon. Természetesen beszélünk vele, ott van, szóval... Nézd, hát a Honvéd judó szakosztály igazgatójának azért gondolom nem mindegy, hogy hány ütő képes versenyzője van. Tehát egy mészárosanet az sokat lendítene. Mindenképpen sokat lendítene. Ha Peti tartja vele a kapcsolatot, ő beszél vele, ők tudják, hogy mi lesz a versenyzéssel, hogyan tovább. Nyilvánvaló ez el fog dőlni a versenyszezon kezdetével, a kvalifikációs sorozattal. Ott nem lehet csúszni, nem lehet késni, el kell indulni, de a Honvéd szakosztálynak rengeteg olyan versenyzője van, aki ugyanolyan energiát igényel. Tehát ahogy említettem, vannak a fiatalok, akik most jönnek fel a felnőtt mezőnybe, nekik a versenyeztetésük, és hát tényleg nagyon erős a jövő generációja is, rájuk is oda kell figyelni, hiszen ők hozzák majd később a szép eredményeket. Kényes kérdés. Sokan ugye elkezdik a judót, más sportágról is beszélhetünk, elvégzik az iskolát, kikerülnek otthonról, és abba adják a sportágot, mert pénzt kell keresni. Hogy áll a Honvéd judó szakosztály? Tehát van egy fiatal ember, ugye még iskolába jár, otthon lakik a szülőkkel, addig nem ilyen problémát. Utána tud-e pénzt keresni azzal, hogy ő első osztályú versenyző? Természetesen tud vele pénzt keresni. Abszolút nem kényes kérdés. Most is vagyunk ilyen helyzetekben, ezeket próbáljuk a lehetőség szerint megoldani. Most éppen egy albertet próbálunk biztosítani, összeszedni. Minden kapcsolatunkat mozgósítani kell, akik tudnak ebben segíteni, hogy a versenyzőket a legjobb módon ott tudjuk tartani. Ezek a problémák, ezek fönnállnak. Nyilvánvalóan azoknál a versenyzőknél, akik még nem tudják megugrani azt a szintet. Az én esetemben úgy volt, hogy hála Istennek mindig egy állami szövetségi támogatásban voltam, mert az adott versenyeken azokat az eredményeket hoztam, amik ezt lehetővé tették. Na most azok a versenyzők, akikben benne van ez, de még per pillanat nem tudták kihozni. Vagy akár a koruk miatt, mert ugye fiatalok, és ugye most... Igen. Tehát akik ott vannak még, nekik minden lehetőséget, amit a klub tud, azt próbáljuk megadni. Természetesen ők is tudják, hogy ha nem tudunk tovább menni, akkor ezt ők is megértik, és valamilyen úton, módon együttműködést próbálunk kivitelezni velük. Például most egy helyzet, egyik versenyző azt kérte, hogy egy albéletet tudjunk neki biztosítani. Én beszéltem az ismerősömmel, ő próbál egy olcsóba, szóval mindent megpróbálunk tenni. Igen, mert ugye hallottam, nem is a régen itt el is mondta a fiatalember, hogy nagyon sok esetben ő saját költségből tudott kimenni versenyekre. De most, hogy megnyerte az U23-as Európa bajnokságot, most már változik a helyzet. Tehát magyarul vannak versenyzők, akik ezek szerint akkor mindaddig, míg nem tudnak érmet szerezni világversenyen, addig akkor zsebbe kell nyúlniuk. Tulajdonképpen van egy ilyen része is, de nemzetközi példa, hogy profi versenyzők dolgoznak mellette. Tehát nem lehet tudni, hogy melyik versenyzőnek mi segít. Akár egy könnyebb munka onnan tud pénzt keresni, és egy felszabadult judóval újra el tud érni azokat az eredményeket. De a lényeg az, hogy eredmény kell. Mindenképpen eredmény kell, mert az jelzi, hogy... Tehát addig mindenkinek úgymond önerőből kell Nem feltétlenül. Nem? Ha látják, hogy tehetség, akkor esetleg... Így van. Ezt gondoltok az egyébként? Azért is fontos ez a kérdés, mert ugye jó az utánpótlása a szakosztályodnak. Rengeteg fiatal van, de ugye, mikor elérik már azt a 14-15 éves, 16 éves kort, akkor már gondolkodnak, hogy
mennyi perspektíva van ebben a sportágban. Megéri-e nekik annyi energiát belefetszülniük? Vagy ha azt látják, hogy megéri, mert ha felnőttek lesztek, van megélhetési lehetőség, van perspektíva, akkor ők is keményen edzenek. De ha azt látják, hogy igazából nincs, mert látják, hogy felnőtt versenyzők lettek, x emberkék, és csak úgy vannak, gondokkal tele, akkor nem lesz kedvük. Ezért is lenne fontos az a kérdés, hogy mit látnak a fiatalok. Igen, hát ez egy nagyon bonyolult és egy komplex dolog. Nyilvánvalóan először is azt látják, hogy óriási a dicsőség. Mindenki tudja, hogy milyen lehet, mik a céljai olimpián odaérni, tehát ez egy dicsőség. Rengeteg pénzdíjas verseny van. Nyilván ez egy nagyon magas szint a nemzetközi elit. Tehát az odavaló följutás, az, hogy egy versenyző oda feljusson, az egy kemény szint. Na de ide kell az, hogy ő tényleg elhatározza és megcsinálja. És a klub, a szövetség és az állami finanszírozás mindent megtesz ahhoz, hogy ezek a versenyzők megkapják azt, és a lehetőséget, és próbáljunk. Tehát vannak az ösztöndíjak, a szövetség is a versenyzőknek segít az edzőtáborozásban. Ha olyan versenyző, akkor már ő is tudja finanszírozni. A klub, amit tud, ami tőle telik, azt megteszi a versenyzőkért. Akkor van perspektíva fiatalok számára is. Mindenképpen van perspektíva. Helyes. Ez fontos. Megoldódott a kényes probléma ott a Tüzér utcában a parkolással, mert versenyt rendeztek, rengeteg edzés van ott, ugye keretedzés is minden, és ugye ott hallani lehetett, hogy gondok vannak, ott nem lehet megállni a környéken. Igen, parkolóvezet lett a Tüzér utca is. Környéke tulajdonképpen megoldódott, mert a klubnak az oldalában van egy hozzátartozó, körülbelül egy 20-25 férőhelyes parkoló, amit a versenyzők, a vendégek, a sportolók, edzők számára fent tudunk tartani, és bár szűkösebb a terep, és 10 métert kell sétálni, de hála Istennek ez nem befolyásolja a klub életét. Néha egy kicsit ráállunk egymásra, de hát meg tudtuk oldani. Ez már egy feladat volt neked, ha jól emlékszem. Igen, feladat volt, de ezt is csapatmunkába csináltuk meg, és mindenki, amiben tudott, segített. Egyébként, hogy Bodrog Attila helyét ugye átvetted, kicsit más irányba mozdult el a szakosztály? Vagy próbálod azt a nyomvonalat követni? A nyomvonalat abban próbálom követni, hogy Attilának az a fajta emberi hozzáállása, hogy ő nyilván ott a sportolókhoz, az a fajta szeretete, az a hangulat, amit ő ott teremtett, ezt mindenképpen folytatni szeretném, mert egy nagyon kiváló szakosztályvezető volt, nem csak a munkája miatt, hanem ahogyan tényleg drukkolt, és emlékszem, amikor az Én Európa bajnokságon volt, éppen egy erdő közepén volt, és addig ment a helynek föl, amíg nem volt térereje, hogy hallja, hogy mi van a döntőben. Tehát élt-halt ezért a sport, nagyon szerette az edzőkkel és a gyerekekkel. Ezt mindenképpen, ezt a családias hangulatot ezt szeretném követni. Egyébként a további lépéseket, azokat nyilvánvalóan én is kitűztem, hogy mik az irányaim, de az élet is hozza, tehát az irányokat. Holnap Szenteste, hogy készülsz a karácsonyra? Nagyon várom a karácsonyt. Én nagyon szeretem a karácsonynak a meghitt hangulatát. Mindenképpen a szeretteimmel szoktam ilyenkor lenni, és próbálom egy kicsit... Szüleiddel? Vagy ilyenkor kimondottam barátnő? Barátnő, szülők, rokonok, így véglátogatjuk. Próbálom egy kicsit egyébként nagyon rohanó hétköznapi életemet úgy maximálisan reállítani. Le tudod? Le tudom, bár... Telefont kikapcsolod ilyenkor? Telefont azért nem kapcsolom ki, nem azért, mert bármikor ilyenkor történt, de azért sok jó kívánság érkezik meg, én is szoktam küldeni a telefonon keresztül, szóval próbálok egy kicsit lenyugodni, és tényleg arra koncentrálni, hogy most ez a pár nap ez tényleg arról szól, hogy akár lehet sokáig aludni, családi, kellemes környezetbe tölteni, szóval így telik a karácsony. Elfáradtál 2013-ban? Nagyon elfáradtam, teljesen más igénybevétel ez a fajta élet, mint
a sportolói, ott egy kicsit azért meg voltak szabva a napjaim, délelőtt, délután edzés, versenyre való készülés, abban is volt stressz, de valahogy egy kicsit máshogyan. Na most már belerázottál akkor. Mit vársz 2014-től így zárásként? Én nagyon sok jó mindent várok 2014-től. Én úgy gondolom, hogyha ezek az irányok maradnak minden téren, akkor a Honvéd, a judó ezen a szép felfelé évelő pályán fog maradni. Elégedett ember vagy, ha jól vettem észre. Nagyon. Úgy kerek akkor, hogy az életed, úgy jól érzed a bőrödben magad. Igen, ez a kis rohanástól eltekintve, ami így általában van, ettől eltekintve nagyon. Mit mondtál, mikor lesz az esküvőd? Mondtam ilyet, hogy lesz esküvőm, Dino. Nem tervezek még esküvőt. Akkor most így, ahogy van, így teljesen jó az élet. Így teljesen jó. Még egy kicsit szeretném ezeket a dolgokat úgy végigvinni. Úgy gondolom, hogy döntőbe jutásnál vagyunk, tehát döntő, aranyérem, azok is nagyon fontos dolgok, tehát tényleg ott vagyunk minden téren a feljebb lépésnek a kapuja előtt. Még sok dolog van, ezekkel szeretnék foglalkozni, és majd utána meglátjuk a jövőt. Mit hoz? Köszönöm szépen, hogy én is köszönöm. További sportosat.